Meghosszabbíthatják a fél évet az egyetemeken a járványhelyzet miatt, jelent meg az erről szóló rendelet április végén. Annyira egyházi egyetemen éltek a lehetőséggel, a felsőoktatási Oktatási Intézményben még augusztus végén is lesz záróvizsga és szigorlat, de csupán néhány szak esetében. A végzős repülőmérnököknek az elmaradt gyakorlatok pótlása miatt csúszik a záróvizsga. Míg a testnevelés szakon néhány gyakorlati tájból, például úszásból lesz a szokottnál később a szigorlat. A vizsgák egyébként tavalyhoz hasonlóan személyes és online formában is zajlanak majd, hangzott el 35 perc című műsorunkban. A záró szigorlatokat és a záró vizsgákat a személyes jelenléti formában fogjuk megtartani, míg a normál vizsgákat nevezzük így online formában. Tudni kell hozzá természetesen, hogy hát sajnos azt kell mondani, hogy már ismert a forgatókönyv, a záróvizsgára, a zárószigorlatra, időpontra jönnek a hallgatók, óvintézkedéseket betartják, rögtön a záróvizsga végén kihirdetjük az eredményt, nem, fogunk, nem fogjuk megvárakoztatni, hogy az egész csoportnak hirdessük ki, megkérjük, hogy ne csoportosuljanak, és hagyják el utána még mindig az egyetemépületét épületét. Hiszen... A rektor helyettes arról is beszámolt, hogy ebben a tanében is jól vizsgázott az online oktatás, közben pedig már javában tart a felvételi időszaka következőre. Az általános eljárás keretében mintegy ötödével emelkedett a jelentkezők száma tavalyhoz képest, az alapszakokat jelölték meg ismét a legtöbben, de a felsőoktatási szakképzések is népszerűek voltak. Az egyetemen idén ősszel újraindul a kommunikáció és médiatudományképzés, a mérnök informatikus szakot pedig most először hirdették meg. Ezeket és magát az intézményt online nyílt napokkal népszerűsítették. Mostantól kezdve folyamatos lesz ez a beiskolázási kampány, hiszen kapcsoljuk a Nyíregyházi Egyetemet címmel egy sorozatot indítottunk, és két-három hetente egy-egy oktató kolléga egy 15 perces, rövid, érdekes a saját tudományterületéről, kutatásáról tart előadást. Tehát ez egy közvetett forma, és egyébként persze látszik, hogy ez a Nyíregyházi Egyetemről szól. Az egyetemen remélik, hogy szeptembertől már személyes jelenléttel folytatódik az oktatás, de a későbbiekben ezt akár ötvözhetik is az online formával bizonyos szakok vagy szakirányok továbbképzések esetében.